Elosztok. Csinálok gyorsan egy videót így a kapcsolatbeli konfliktusokról. Mit tudom, 10 kilométeres szintről, mert valahol el kell kezdeni, és ez is egy nagyon fontos dolog. Valamelyikőtök kérdezte, hogy tudod, a kapcsolat tele van mindenféle ilyen problémával, veszekedéssel, cirkusszal, és akkor most hagyjam ott, vagy mit kell csinálni. És elmondom így a négy fázisát a kapcsolatoknak, és minden fázison belül úgy akkor ott van egy csomó átvizsgálni való. A kapcsolatok nagyon érdekesek, mert vannak olyan kapcsolatok, amik rövid távúak, vannak olyan, amik szezonálisak, és vannak, amik hosszú távú kapcsolatok. Mindegyik kapcsolatunk azért jön be, vagy azért alakul ki, mert valamilyen szinten a lélek szerződés által az ott van leírva, hogy amikor én erre a szintre jutok, akkor ez meg ez fog történni. Minden az evolúcióról szól, minden a törzsfejlődésről szól, és ebben benne van az is, hogy a régi megoldatlan problémákat, amit hozunk a múltból, azokat így a kapcsolatokon keresztül tudjuk gyógyítani. Sokszor ezek a gyógyítások, ezek kényelmetlenek. Mert tudod, őrjöngünk egymással, meg csapkodunk, akkor szexelünk, akkor kibékülünk, és stb. És elmondom akkor ezt a négy úgynevezett főfázisát a kapcsolatoknak, romantikus kapcsolatoknak, ami nagyon fontos, és arról, ha azt tudjuk, akkor könnyebben kezelhető és navigálható ez a térkép, vagy ez a terep. Az első, ugye ez a mézes hetek. És ilyenkor nagy a szerelem, mindenki boldog, reménykedik, sokszor naívak vagyunk, és tudod, megyünk, mézes hetek, fénykép, egymásra büszkék vagyunk. Milyen szépek vagytok, ó, gyönyörük a gyönyörű pár, ó, és ha tudnád, hogy hány lepedőt gyűrtünk össze. És akkor tudod, ennek van egy bizonyos időtartama, 3 hónap, 6 hónap, 12 hónap, és akkor ez csak puff. Most mindig, amikor beesünk a kígyóverembe, lejtünk a következő fázishoz, amit úgy hívnak, hogy power struggles angolul, ami hatalmi harcok, igazán ilyen erőharcok. És akkor ilyenkor jönnek ki a karmikus dolgok, a megoldatlan dolgok bennünk. Nem értünk egyet a másikkal, nem értünk, nézőponti eltérések vannak, tudod. Próbáljuk valahogy a helyet megosztani, mert ugye most már a fizikális helyet is megosztjuk. Ilyenkor az embereknek egy csomó árnyoldala az ilyen kihívásban lesz, hogy tudod, én hozzászoktam ahhoz, hogy az én házamban én vagyok az úr, és most két úr van, most akkor mi van? Csomó ilyen határok megkérdőjeleződnek, és azt kell tudni erről a részről, amikor ugye ezek az erőharcok vannak, ez a második státusz, vagy második fázis, hogy a bennünk lévő érzelmi immaturitás, tehát az érzelmi érzelmi éretlenség jön ki ilyenkor rajtunk. És ebben az a nagyon érdekes, hogy itt vagyunk, édesek vagyunk, kedvesek vagyunk, csinosak vagyunk, és akkor egyszer csak ott a partnerünk, aki választottunk, de akkor egyszer csak jön, és azt mondja, hogy vá, mint egy ugató kutya. És mondja, hogy jaj, de hát én nem szeretem az ugató kutyát. De. Azt, amit a partner csinál, az egy tükör nekünk. Az egy tükör nekünk, csak az a rossz ezekben a kifejezésekben, hogy nem specifikus. Tükör mire? A rengeteg hiedelmünkre, a rengeteg elutasításunkra, a rengeteg megoldatlan árnyoldalainkra, és a partnerünk a bennünk lévő megoldatlan ilyen érzelmi sebeket játssza le. Tehát, hogyha megnézed egy tipikus, ugye egy házas párt, amikor ők civakodnak, amit a másik mond, az bennünk van valamilyen szinten karmikusan egy megoldatlan történet. És akkor innen tudod, ahogy mondtam, mikor tudod a technikákat, tudod a spirituális pszichológiát, meg tudod a
mélyebb pszichológiát, tudod, a karma pszichológiáját, akkor gyorsan le lehet bontani, és azt mondani, hogy amikor ő ezt csinálja, akkor neked meg ezt jelenti, és itt van a tudatalatti, hogy mondjam, gyógyulatlanság, vagy seb, vagy nem akarok mindent sebnek hívni, mert nem minden seb, hanem itt van egy struktúra, amit lehet, hogy ősidőkből hozunk, lehet, hogy anyunktól kaptuk, lehet, hogy aputól kaptuk, tök mindegy. Nem erről szól, hogy most kitől kaptuk, hanem arról szól, hogy gyógyítsuk meg. És rengeteg olyan technika van, ami már nem történet specifikus, tehát nem kell visszamenni csak anyu, és akkor átvizsgáljuk, tudod, hogy szerette a mézes teát, vagy sem, hanem van, aki bum-bum-bum, mint ahogy mondtam, ezek a rengeteg timeline-ok, ezek az idővonalok, és akkor alkalmazok a technikát, és az összeset így megfogja, és uff, kész. Tudod? És ebben az erőharcban, hogyha mi nem tanuljuk meg, hogy hogyan kell csinálni, és nem tudunk felülkerekedni ezen, akkor azt történik a kapcsolatban, hogy ilyen ingoványos, ilyen mélypontra jut, és akkor tudod, ülnek egymás, mert az egyik olvasta az újságot, a másik nézi a tévét, és akkor tudod, legszebben szexelnének, de nem, mert akkor haragot tartunk, akkor tudod, ne nyúlj hozzám nyúlj, és akkor az egész egy ilyen, mint egy tudod, ilyen lápos, tudod, franc, amiben úszni nem lehet, belelépni se jó, hogy az egész úgy rossz, hogy van. És akkor ebből úgy lehet kiszállni, ha már itt van az ember, hogy át kell menni egy transformációt. Fel kell használni a kapcsolatnak azt az aspektusát, a tükör aspektusát, hogy oké, itt van ez a mi meg itt vagyunk, jaj, akkor át kell nézni, hogy mi bennünk az a sérült rész tudat alatt, amit ő most lejátszik, mint egy színpadi játszma. Jó? És ezen a transformáción, természetesen, amikor átmegyünk, akkor ez nem csak arról szól, hogy mi az árnyoldalakat integráljuk meg, hogy csak a belső munka, hanem arról is, hogy tudatosan, fizikailag, cselekedettel is meg kell tanulni, közreműködni a másikkal. Tehát azt mondom, hogy nem csak hipnózist kell hallgatni, hanem azt meg kell tanulni kommunikálni. De a kommunikáció az elején mindig olyan, hogy mi kivetítjük a mi gyengeségeinket, meg a mi félelmeinket a másikra, és akkor a másik mondja, tudod, ami azt jelenti, hogy gyógyítsd meg magad, gyógyítsd meg magad. És amikor mi ebben az állapotban vagyunk, tudod, mivel magát a menetrendjét meg ezt nem mesélték el nekünk, addig nem értjük ennek a színjátéknak így a jelentőségét és a fontosságát. És akkor az történik, hogy mikor átkezdünk menni ezen a transformáción, akkor újra születünk. Ez a lényege egy jól működő kapcsolatnak. Egy boldog kapcsolat nem arról szól, hogy jaj, de édesek és szépek, és milyen gondtalanul élnek. Nem mindenkinek, ha nem mentél át ezen a több tízezer rétegű transformációs izén, vagy folyamaton, akkor nincsen, ami gondtalan. Tehát az, aki gondtalan, az naív, az valószínűleg ilyen Facebook lifestyle. Tudod, ez a Matrix típus, ott nincs pulzus. Tudod, ez, aki gondtalanságot keresi, meg tudod, ezeket a fényes, ilyen felszínes valamit, az tudod, az egy kicsit elfogadhatom olyan programokat, ami nem reális. Tehát tudni kell az, hogy ez a transformáció, ez ugye nem csak meggyógyít egy csomó minden belső sebet, hanem megtanít minket kommunikálni, megtanít minket kiállni magunkért. És egy csomó részben ez, amikor már elkezdünk tudod, összeszedni meg integrálni az elmét, az fog történni, hogy ilyen érzelmi maturitást érünk el, tehát egy ilyen érzelmi érettséget megérünk. Az emberek legnagyobb problémája az, a csomó minden más probléma mellett, hogy éretlenek. Emberileg, érzelmileg, nem emberileg, érzelmileg éretlenek. Éretlenek. Ezért cirkuszolunk, az az ego, amit mondtam, az ördög. Hisztizünk, csapkodunk, és van egy csomó olyan hiszti, amire mi nem is tudunk. Tehát amikor neki azt mond hiszti, az nem csak az, amikor tudod, a falhoz vágtuk a tányért, meg tudod, átküldtük a mobiltelefont a nappalin, hanem arról is szól, hogy van egy csomó olyan ősi hisztink, amiről mi nem is tudunk, az egy teljesen más, egy struktúra. És akkor ahogy elkezdjük a másik, a partnerrel közreműködni, és megtanulni, hogy mik a konfliktusoknak így az alsóbb hajtóerői, azokat meggyógyítjuk magunkba, akkor növekszik a minősége ennek a kapcsolatnak. És gondolom, ezt te is tudjátok, hogy nagyon kevés jó kapcsolat van.
A régi kapcsolatok arról szóltak, hogy gyere, álljunk össze, tudod, jó a szex, és akkor túléljük. Te dolgozol, te gürizel, én meg majd otthon, tudod, hogy csinálom ezt. És az egész az úgy fals, ahogy van. A kapcsolatoknak egy spirituális, nagyon fontos spirituális háttér lényege van, és amikor attól meg vagyunk szakítva, akkor a kapcsolat csak egy mechanikus, egy ilyen tompa valami, és arról fog szólni, hogy mondom, az új világ, hogy nem fognak ezek a tompa kapcsolatok létezni tudni. Nem fognak, mert amikor egy kapcsolat nem spirituális alapokra van építve, hanem túlélési alapokra, az egész úgy esik most szét, ahogy van. Azért van egy csomó a kapcsolatbeli probléma. Tudod, az ego, de majd mi stratégiázunk, és minden jó lesz. Te kisfiam, te 8-tól 5-ig, és akkor tudod, mindenki stratégia, ez az ego. És teljesen kinullázva, vagy figyelemen kívül hagyva a spirituális evolúciós részét a kapcsolatnak. Érdekes világ előtt állunk, szerintem fantasztikus, mert azoknak az embereknek, akik a spirituális már előre haladottabb, ez egy jó világ lesz. Azoknak, akik még kicsit így meg vannak rekedve így az ego szintjén, így ezekben a régi üzemmódban, azoknak meg természetesen tanulni kell és elengedni egy csomó ilyen berögződöttséget. És akkor, amikor átmegyünk ezen a transformációs fázison, jól vagy, utána persze korrigálni kell, mert tudod, ott van még akkor a kisebb, eddig láthatatlan rész, akkor azt megbeszélitek, akkor kipróbáljátok, akkor tudod, az ember nem mindig 100%-osan csinálja, és az ember korrigál, úgy, mint mondtam, hogy az autóvezetés, a kormány nem így tartjuk, hanem az, tudod, így mindig kell egy pici korrekció, és akkor a végén egy pár év után, akkor eljutunk erre, amit úgy hívnak angolul, hogy happily ever after, hogy akkor tudod, eljön a csodálatos, boldog, és örökké éltek, amíg meg nem haltak, típusú, hogy mondjam, fázis, és akkor ebben meg lehet találni, segíteni a másiknak, megtalálni az életcélunkat, megtalálni ebbe hogy mondjam így, az igazi partnerségnek a jelentését, akkor ott van a harmónia, ott lesz a jelentés, tehát van egy úgynevezett egy ilyen spirituális struktúra, úgy hívják, hogy jelentés, hasonló az életcélhoz, és amikor így átdolgozzuk magunkat ezeket a dolgokon, akkor egy ilyen teljesség, egy működő kapcsolat lesz. Még utolsó gondolat, hogy a legnagyobb probléma így kapcsolatokban, hogy az emberek nem barátok, hanem valamilyen szinten hozzuk magunkkal a papára kivetített fájdalmainkat, a mamára kivetített fájdalmainkat, akkor az előttről jön egy csomó a női energiára való bíráskodásainkat, a férfi energiának a megvetése, akkor egy csomó olyan keszekusza dolog van, ami egy kapcsolatba kijön. Ezért, ha megnézitek, nagyon sok ember egyedülálló. Mert annyira, hogy mondjam, komplex és összetett egy ilyen kapcsolat, hogy amikor nem tudjuk, hogyan kell egy kapcsolatot arra használni, hogy mi gyógyítsuk egymást, akkor az egész egy ilyen értelmetlen játszma lesz. És amíg az ego ezeket az erőharcokat próbálja tudod csinálni, akkor csak fitoktatjuk a magunk hülyeségét, meg a tudását, és az sehova nem vezet. Tehát ennyi volt. Jó, köszönöm szépen, és akkor a következő videó majd találkozunk. Szervusztok!